Nagy tisztelettel köszöntöm Önöket, ahogy az lenni szokott. Most sem egyedül, Csintalan Sándorral. Jó napot, magyarok! Reichert Jánossal. Hogy Isten! Dévény Istvánnal. Üdvözletem! Horváth Gáborral. Szevasztok! Látszólag készültem el ennetek egy icipici merénylettel, mielőtt még belecsapunk a lecsóba. Látszólag Janó témája, de nem biztos. A magyar hangos kollega bukkant rá, a 70 milliós támogatást kapott a belügyminisztériumtól, azt hiszem az IRGA, nem ez a lényeg, hanem szeretném, ha értelmeznétek nekem a következőt, természetes úton történő fogantatást elősegítő szakemberek képzésére. 70 millió forintot, még egyszer mondom, természetes úton történő fogantatást elősegítő szakemberek képzésére. A magyar társadalom elfogadóbb lenne a humor és a irónia iránt, akkor itt most lehet szporkázni 15 percen keresztül, de mivel a magyar társadalom nem ilyen, és 40 fok van, ezért azt akkor mondom, hogy... Értettem a szóból. Csak egy kérdés, hogy ez ugyanaz a kormány, amelyik nem hagyja a szexuális felvörösülést az iskolákban? Szerintem ugyanaz. Nagyon jól látom. Akkor valamit nem értek. Én sem. Én többinek nem értek, én már nem is akarok. Azért ez csak kettőt. Tehát egyrészt ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy azt szeretnék megtanítani valakinek, aki jelentkezik ilyen szakembernek, hogy hogyan, mikor érdemes a női cikluson belül szeretkezni, közösülni, szaporodni, próbálni, és mikor kerülhető el a közösséges eredményeképpen a terhesség. Ez egy fogalmazásgátló módszernek az eufemisztikus körülírása, amit hallottunk. Janikám, köszönöm. Én meg itt ízetlenkedtem. Igen, nem, abban azt nem, kell tudni, hogy... Nem ízetlenkedtél azért, mert ugyan a János ugye Schwab létére asszimilációs törekvései vannak, ezért hiába. Nem fogadunk át be akárkiket, csak akinek szintja vonala van. Neki muszáj, hogy is mondjam, ilyen patrióta látszatú dubát leosztani. Én őszintén igazából az volt, mi van ez? Mi? 70 millió? Igen. Ugye egy komoly képzésre 70 millió nem sok, most ne botránkozzál meg azon, amit mondok, de ha van egy képzés... De miután nem tudja, hogy mit akarok mondani, már most nyomja a rokkot. Igen. Nem, nekem kevés. Nem értem. 70, de most komolyan. Azzal egyet. Hát az mit tudom én, egy fél éves képzés 8 embernek, vagy 10-nek. Terembér... Na de ne hülyéskedjék. Ebben neked megint... Nem, tudod, mi az én problémám? Éppen az összegnagyság rendben, ebből minden el lesz hűbe. Ez valakinek, persze, ha úgy tetszik, célzottan lett odaadva, úgy, hogy nagyjából nem fog csinálni semmit. Hát nekem, tehát amikor meghallottam, hogy értem, legalább 1 milliárd lenne, mert akkor azt lehet itt az ország minden megyéjében, vagy városában. Hát mi? Lux Elvira, tehát ez Lux Elvira. Egy személyes intézmény. Igen, hát, de ezt most csak azért mondtam, hogyha tényleg az ország minden pontján akarnak Lux Elvirát, ráadásul ugye Lux Elvirához az ember, meg mondhatnék egy-két ilyen nevet, önként megy el. Ugye? Tehát, hogyha központi képzés van, akkor meg kell találni azt, aki nem tudja, hogy kell gyereket csinálni. Vagy nem tud. Vagy éppen el akarja kerülni, egyetétek vele egy gyanúna. Amúgy. Na, akkor még egy mondatot engedj meg, mert ehhez nagyon fontos, hogy mindenkit emlékeztessünk arra, hogy ez a kormány, amelyik ugye állati családbarát, most ne beszéljünk a babaváró hitel legújabb fordulatára. Állati családbarát. Igen. Szóval ez a kormány a viszonylag jól működő Lombik Bébi intézeteket, és ez az, hogy fogalmazok így, mert akarom most nagyon részletesen lenni, a Lombik Bébi intézeteket, mint a keresztény felfogással ellentéteseket, ugye nem, először megnehezítette a működésüket, azután enstandolta, államosította őket. Elvette azoktól, akik jól működtették, tehát ha jó hatásokkal eredményesen működtették, elvette, és amiután elvette, mi történt, ugye úgymond ingyenessé tette, tehát a közzsebből fizetik, és ki lett a vezető, Novák Katalin sógornője. Ja. Hát persze, hát hogy értessük az egész történetet, és ami nagyon fontos, hogy nagyságrenddel csökkent, magyarán zuhant a hatásfok.
mert a szakértelmet kiküszöbölték a rendszerből, mert azt tudjuk, csak zavaró dolog, ahogy Csurka István, meg a minap olvastam, talán Bayer Zsoltó, vagy nem tudom, hogy a szakértelem az bolsevik humbug. Tehát ugye itt is bolsevik humbug. Itt, amit most látunk, azért lesz bolsevik humbug, amit a Sándor mondott, mert ez nem a cél a fontos, hanem hogy elvigyék a pénzt. Első témánk Orbán Viktor földkörüli pályára állt, Vili fog a fasorba sincsen. Tehát ugye 80 nap alatt nyomott, a Viktornak 8 nap sem kellett hozzá. Az EU-ban tátott szájjal nézi mindenki. Emlékeztek ti talán, az én korosztályom vagytok, a Pista nem biztos emlékszik arra a jelenben, talán a Madári Eszte című filmben volt, hogy bement a Dustin Hoffman, meg a Donald Sutherland, lopni akartak valahol. És mondta a Dustin Hoffmannak a Sutherlandet, hogy csinálj valami feltűnőt. És elkezdett körbe-körbe rohanni. Amin a Donald Sutherland is úgy meglepődött, hogy elfelejtett lopni, mert nézte, ahogy a Dustin Hoffman rohan körbe-körbe az üzletben. Hát szerintem így néznek az EU-ban most az Orbánra. És félelmetes ez a gátlástalan hazudozás, amellyel elkezdte július 1-én a történetet, majd egy héttel később, mikor ugye tudatosították fel, hogy amit csinál, azt jogszerint nem tehetné, akkor közölt, hogy nem is azt csinálta. Nekem az a vicc jutott eszembe, nem... Szerintem most elbeszéltek egymás mellett, nem? Vagy nem? Hát nem egészen, mert szerintem Sándor is erre célzott, hogy hát ő úgy értette, hogy az uniós vezetők először nem értették, hogy hogy lehet ilyet csinálni. Tehát te erre gondoltál, hogy... Pontosan szó szerint. És amikor ugye leesett nekik a tantusz, hogy itt egyszerűen megint csak az unió szétverése, egy újabb dekonstrukciós kísérlet zajlik, vagy projekt, szerintem Vladimir Putyin határozott instrukciói szerint, ugye akkor elkezdték mondani neki, hogy ezt nem lehet csinálni. Orbán eljutott oda, és azt meg kell mondani, hogy viharsebesen, tehát július 15-e sincs még, tehát nem telt el az első két hét a uniós elnökségből, és már szétvert az uniós elnökséget fogalmilag, és azt is elintézte, hogy az uniós elnökség, ugye, aminek az a feladata, hogy a munkacsoportokat és a miniszteri bizottságokat rendesen működtesse, tehát hogy legyen kávé, meg iroda, meg kiküldve a meghívók, stb. Ez már nem működik. Tehát már nem fognak összeülni, nem tudnak összeülni, ezt megoldotta. Orbán Viktor sokkal többet tett az unió szétveréséért, mint bárki más az elmúlt x évben, amióta az unió meg jogelődő intézményei léteznek. Viharsebesen veri szét az Európai Uniót. Próbálja, de azért nem teljesen sikerült. Tehát van egy önvédelmi reflexe most már az Európai Uniónak. Tehát ugye volt, ezen a héten volt Budapesten az első ilyen miniszteri szintű. Hányan jöttek? Egy fél tucat ember jött el a 26-ból, ugye ebben. Én emlékszem, heten jöttek el. Hát azért mondom, hogy a Nagy Márton volt a hetedik. És ugye az Ursula von der Leyen nem jött el a szokásos bizottsági elnöki útra. Orbán Viktor véten nem mondhatja el a program adó beszédét az Európai Parlamentben, majd valamikor szeptemberben, tehát ugye félúton a soros elnökségben. Egy csomó minden nem működik. Most már az Európai Unió jogi szolgálata körlevélben értesített mindenkit arról, hogy Orbán Viktor több helyen megsérti az Európai Unió alapszerződését, az Európai Unió érdekeivel szemben politizál az Európai Unió nevében. Tehát ennek nyilván lehetnek súlyos hatásai, persze megindultak a nagykövetek, akik azt mondták végül is nagy bölcsen, hogy na jó, hát ez nem volt szép dolog, de nem veszük el Magyarországtól a soros elnökséget, de azért újra és újra fölbukkan ilyen búvópatakként, hogy azért a lengyeleknek oda kéne adni még a 6 hónap során valamikor ősszel ezt a dolgot, hogy inkább ők csinálják. Tehát vannak bizonyosságok, amik arra utalnak, hogy a dolog csak Magyarországon vált ki ekkora pánikot, Európában végül is nem. Magyarországon pánikot vált ki? Hát ilyen vagy lelkesedést, vagy nem is tudom, hogy mondjam. Tehát... Nem, de szerintem egy kicsit ez túl értékelítek, vagy nem csak azért, azt lehetett tudni előre, hogy Orbán Viktornak ez kiváló alkalom lesz arra, hogy végre oda helyezze magát, ahova gondolja a világpolitika, az európai politika csúcsára, mert tényleg ez volt az első tevékenysége, hogy ő azon a békemissziót kezdett el folytatni.
Ugyan nem mondta ki, hogy ő a unió nevében, mert hát ezt nem is mondhatta de volna ki. De használta a logót. De ha, meg magát a státuszt, persze, hát a nagyon úgy nézett ki, mintha. Hát és azért nem tiltakozott, amikor ne talán valahol úgy jelent meg, hogy hát miért, ugye, ki is üveg, miért is van. Putyinnal is találkozott nem régen, itt volt Budapesten nem olyan régen. De persze, tehát neki ez kellett. Putyin, a kettő együtt a... De Putyin mondta is. Hát így van, és nem utasította vissza. Én csak arra gondolok, hogy ez a Putyin utasítására szétveri az Európai Uniót. Nekem ez soknak tűnik, bár láttunk már mindenfélit meg az ellenkezőjét is, de hogy inkább szerintem ez az Orbán Viktornak a kiválóan gay önmarketing kampánya. Összeállt minden, és akkor most futathatja magát fél évig, és róla van szó, ez túlzás, de róla van szó. Mondjuk a magyar kormányzati nyilvánosságban valóban úgy néz ki, mintha ő lenne a világvezetője. Azért talán mégsem, legalábbis egyenlőre, de már alakul a dolog. De maga az új frakció és ez talán meglepetésszerű, bár belegondolunk azért annyira nincs mind meglepődni, de ez az oda-vissza béke misszió, ahogy is mondta a kormányzati nyilvánosság, az mindig tetszik, hogy ők megfogalmazzák, hogy nincs megállás, Kijev és Moszkva után Peking, aztán Washington, mint hogyha Washington is, mint hogyha az egyébként, hogy nem baj, az is így nincs megállás. Most, hogy beszélünk, néhány óra múlva Mar-a-Lago, de a Trumpék már előre szóltak, hogy ők nem kérték közvetítésre az Orbán. De azért mondom, hogy ez neki egy kiváló önkampány, leginkább önmaga számára, meg a fideszes nyilvánosság számára, hogy valóban úgy tűnjön, mint hogyha kizárólag egyetlen ember akarna végig, plusz a pápa. Nem mindig ketten, mindig elfelejtem. És vicc. Nem, hogy Orbán, hát jó, oké. De hogy tényleg ez sugallja, vagy ezt mutatja ez a kép, amit most itt Orbán Viktor összehozott, és pont nagy évbe tesz rá, hogy milyen hagyományokra, milyen szabályokra, milyen uniós elvárásokra és kötelességekre tesz nagy évbe. Közben aláírta, hogy Ukrajna NATO tagságának folyamata visszafordíthatatlan. Na azt, ezt keresd meg az Origón. A nagy világjáró túlvégig. Én egyébként ez is jellemző, bármit is ugyanannak az ellenkezője gyakorlatilag két lélegzetvétel között megengedi magának. Szóval én azt gondolom, hogy ráadásul eszembe jut, hogy éppen tán holnap lesz 30 éve, hogy Gyula miniszterelnök lett. Hol azt azért látni kell. És te bukfenceztél a Hősök terén. Hogy? És bukfenceztél a Hősök terén. Ez akkor volt, amikor megnyertük a választásokat, az néhány héttel ezelőtt volt. Ellenben azt akartam mondani egyrészt, hogy ez Orbánnak van egy ideája, és ez egyébként összekapcsolódik valószínűleg azzal is, amit annak idején mondott, és igazából a fene se gondolta, vagy pontosabban másra gondolt, amely legalábbis, hogy csak egyszer győzünk, de akkor nagyon. Neki az ideája az a politikai modell, ami Oroszországban, Belarusziában van, és ugyanide ez a hornyul a történet is, hogy azon szoktam merengeni, hogy vajon nem toltuk el valahogy rettenetesen, nem kellett volna, lehet, hogy be se kellett volna lépni az Unióba, mert akkor, de hát akkor meg úgy már genetikusan egy ilyen abszolút, totális ilyen birodalmi, pártállami őrületben laknánk, szóval nehéz ezt végig gondolni, borzasztóan nehéz. Ez egy idea, ami ráadásul ennek a közönségnek, már hogy a hazai közönség egy részének, jó 3 milliónak, hogy a főnök világpolitikai tényező, ez identitásképző elem. Nem tudom, ez tehát azt itt ebben az országban nagyon nehezen fogják föl, ezt soká, majd valószínűleg meg kell tanulni egyszer talán, hogy ennek az embernek a szavára egyetlen okból figyelnek, például éppen abból, ha úgy tetszik, örökségként kapott egy olyan helyzetet, aminek következtében most éppen elnök. Amúgy egy olyan ország miniszterelnöke, mondom nagyon didaktikusan, amelyiknek az országnak valójában van joga az unió ügyeibe vétó erejéig beleszólni. Tehát ügydöntő a NATO-ba is mondjuk például vétózhatna. Hát mekkora ember ez?
Mondjuk ugyanez az ember egyszer már volt normális módon is az unió elnökkel, ugye a pályakezdésénél. Első, igen. Tehát mindegy, amúgy meg persze az Orbán olyan, mint egy betegség tünete. Tehát nyilvánvaló, hogy a világpolitikában, a világgazdaságban, a geopolitikában olyan dolgok történnek, amivel kapcsolatban a lisszaboni szerződés alapján. Annak alapján, hogy voltak valaha nagyon régen, a két világháború után olyan politikusok, akik felismerték, hogy Európában ez nem mehet tovább, és 70-80 millió ember halála és vére után rájött arra, hogy ezt az uniót egységesíteni kell. És akkor ennek volt köszönhető igazából az európai béke. Most olyan generációk és nemzedékek vezetik itt ezt a politikát, amelyek nem tudják fölmérni, de hát végül is miután a pillanatot kell uralni, meg az érzületre hatni, meg a nacionalizmus felsítani, meg az ellenségeskedésre építeni a politikát, ebből úgy néz ki, hogy egyelőre azoknak a szava, akik esetleg fölismerik azt a tényt, hogy az unió egyes tagállamai, most még Britániát is idehozom, Nagy-Britániát, Franciaország, Németország, Olaszország, a globális nagy-nagy versenyben egy kalap szart nem érnek Kínához, Indiához, az Egyesült Államokhoz, némelyek még Vietnámhoz se, hát az oroszok meg itt, ugye itt vannak a Spájtban. Hát amíg ezt nem fogják föl az unió nemzetállamainak többségében, bár még vannak olyanok, akik olyan úgy néznek ki, mintha fölfognák, addig ez a cirkusz fog menni. Nekem csak egyetlen egy aggályom van, illetőleg amit mélységesen depressziós vagyok, és ezt mindenbe is fejezem, az, hogy úgy látszik megint nagyon sok vérbe fog ez kerülni. Tehát egy katarzis nélkül úgy tűnik, hogy az ilyen betegségtünetek, mint Orbán Viktor, változatlanul elő fognak kerülni, és van belőlük. Nézd meg, Fico előállt azzal, hogy ő elment volna az Orbánnal most. Hát, hogyha nem sántikálna éppen. Igen. De annélkül, hogy vitatkoznék különösebben, főleg a végében nem vitatkozom, hogy ez még nagyon sok emberbe kerülhet. Azért az európai parlamenti választási eredmény azért nem teljesen igaztaló, az, hogy az európaiak nem fogják föl a veszélyt, és azért van egy ilyen középre húzódás, majd meglátjuk, hogy Amerikában működik-e. Csak azt akartam még hozzátenni, hogy van ez a 2025 projekt, amit a Heritage Alapítvány gründolt valami 800 oldalon keresztül Trumpnak, hogy mit kéne csinálni az elnökséggel, amitől most a Trump ilyetten elhatárolja magát, mert olyan vad dolgok vannak benne, amit nem mer a választási kampányban jön se fölvállalni. És ugye a pletyka szerint a Heritage Alapítványt jelentősen támogatja egy közép-európai kis ország kormányához közel álló üzleti kör, mondjuk így. Svájc. Bárcsak. Isten. Mondhatom? Ja, persze. Mert nem szólalt meg az egyenként, mert régen is nem szeretem elnomba írezni. Mondhatod, Janó. De azt akartam mondani, hogy a Gáborhoz is csatlakozva, hogy én azért lényegében optimista vagyok, miközben mindenben értelek, Sándor, azért azt látni kell, hogy ez az egész frakció, amit létrehozott Patrióták címmel, ez 12%-os támogatottságot kapott, 12%-ot, de nem egy országban, meg egy helyen, hanem 8 párt összesen szanaszét Európában. Jó, hát kivennél belőle... Pártok vannak jellemző, akiknek egy darab mandátuma van. Na most, tehát ha kivesszük belőle Marine Le Pent, akkor gyakorlatilag nevetséges az egész. Ugye nincs benne kormányzati tényező Orbán Viktoron kívül. És tudjátok, jó, és kedves nézők is tudják, nem lettem orbánista, már megint meg nem tértem vissza a NERC-kel, de ő eladta magad. Én ezt nem értem, miért kell kicsinyíteni ezt az egészet, és miért kell úgy ránézni, hogy mindenképpen valami ízét. El kell ismerni, hogy az emberünk ezt megcsinálta. És most kivehetjük Löppenéket, meg mondhatjuk azt, hogy ilyen, olyan, akkor is megcsinálta. És azért tök szkeptikusak voltunk. Igen, csak végig, előtte. Csak hogy szerintem ez egy olyan rossz megcsinálás. Beszéljen magad nevébe. De én annyit hadd mondjak, hogy én a szkeptikusságot azt osztom olyan értelemben,
hogy én sokkal kisebbre számítottam, de hozzáteszem, hogy a nagyobbságában sem látok más, mint amit a kicsiségében láttam, tehát konkrétan nagyjá a Marine Le Pen-től nőtt, és a oda akarok kiukat. A is fogja nyúlni egyébként az egészet. De azt akartam, nem, szerintem az Orbán odaadta neki. A Marine Le Pennek van az oroszokkal titkos együttműködése. Ez az első, amit tudni kell, tehát hogy igenis, ez Putyin terveivel összhangban történt. A másik, hogy az Orbánt valójában két vasat tart ebbe a tűzbe. Az egyik, hogy ezt a sok lótifuti sehonnan se jött egy-két képviselős pártot, ezt a, ahogy egyébként pont te is említetted, tehát megvannak az Orbánéknak azok a pénzcsatornái, amik ezeket a képviselőket motiválták, tehát ugye jelesül a legjobban ebből a Matthias Corvinus kollégium látszik Magyarországról, de más módokon is tudja finanszírozni ezeket, úgyhogy ott maradjanak meg legyenek neki, tehát ugye egyrészt így van, a másik pedig, hogy a üzleti szempontból nézve, és mi a Orbán megmondta, hogy ultisták legyenek a politikusok, ugye, hogy ő a végén hol fog nyerni, azt is most már világosan láthatjuk, hogy a Marine Le Pen viszi az orosz barát politikát, azzal neki nem kell foglalkozni, de ez a frakció azért kell Orbánnak, hogy így szignifikánsan megnőtt az esély, hogy megkapja azokat az uniós pénzeket, amiket eddig nem tudott az unióból kiszedni. Neki az nagyon fontos. Minden maradjunk abban, hogy nem konkrétan Putyin utasa. Azt is szoktam volt mondani, hogy az ő magától ilyen hülye. Tehát ettől még persze van, tehát ő neki ez az ideája. Tehát az, hogy a szövetségben, mint ahogy Marinak is, jó, hát a Marina ráadásul egy zsák pénzt kapott, ugye a, most vizsgálják is, ugye a pártigazgatóját, tehát majd a franciákat, minden, de a lényeg, hogy nem konkrétan úgy ügynök, hogy megkapja direktben az utasításokat, tehát ő ezt élvezi, érti, dramaturgiailag felfogta a szerepét. Tehát, nagyon jó indulatú vagy. Nagyon jó indulatú vagy. Én nem mondtam, hogy nem. Gábor, én csak annyit mondtam, hogy itt elhangzik olyan, hogy konkrétan megmondja a Putyin neki, hova menjen. Hát nem kell azért. Konkrétan érdekes találkozókat. Az apparátusokban is ez a, szerinted az Orbán, az apparátusok egy jelentős részében dolgozó emberek is pontosan tudják, hogy mit várnak el tőlük. Az Orbán egyrészt nem óhajt az unióval paktálni igazából, meg lényegében is már régen nem. Ő előtt tudta, mint mi, erre utaltam akkor, amikor azt mondta, hogy csak egyszer győzünk, de nagyon. Ő neki eszköl az kész, tehát nem kell túragozni. Amúgy meg elvárható egy miniszterelnöktől, hogy a szerepét átlássa, és tudja, hogy mit lehet vele csinálni. Hát még jó, csak meg, még jó, hogy fölismerte, hogy az unió elnökeként, ha elmegy Kijevbe, meg Moszkvába, a világsajtó őt fogja fotózni, meg filmelni. De bár, és ráadásul erre a hát egy jó. Hétre, erre a békemissziós egy hétre, bármikor vissza lehet majd hivatkozni. Tehát két év múlva kitör a béke. Ja, tudja, hogy igaza lesz. Ja, ő volt az első magvető. A jó öreg jégtörő ismét, ugye. Háború előbb-utóbb vége lesz. Hogy lesz vége, lesznek valamilyen tárgyalások, és akkor azt fogja mondani, hogy de hát én ezt már 4 évvel ezelőtt mondtam, hogy tárgyalni kell. Azt mondom, hogy ez jó, legyen. De nem ugyanazt fogja jelenteni természetesen. Politikai marketing volt az egész, semmi más. Ráadásul gém módon kihasználta az, hogy a unió soros elnöke. Persze. Jó, figyelj, de... Opportunista, mint minden politikus, csak ő feketőves, meg nyúzdanos. Hát nem, nagyon másokat érje. Először is igen, marketing itt. Azért ne felejtsd, iszonyú károkat okoz ennek az országnak ezzel, tehát azért nem feltétlenül úgy fognak erre a dologra emlékezni. És ja, de én ezt abszolút belföldi... Ugye ezért tartom én tragédiának, én nem értem, ugye amit művel ilyen értelemben a Trump-al, mert én azért arra gondoltam, hogy egy ország diplomáciájának, ha csak valami egész dolog nem történik, de mondjuk az Egyesült Államok azért mégiscsak egy kicsit más, nem más, minden. A mindenkori kormánnyal és aktuális politikai hatalommal jóba kell lenni. Tehát mi jó az nekünk, vagy hogy jó az, mitől jó a hazának, a nemzetnek, az, hogyha mondjuk például, ha a demokrata politika van az Egyesült Államokban, mi nem vagyunk jóba a demokrata.
Mitől? Mitől? Nem, de ti érdekel. Ezt is így szép lassan kipuhatolták, hogy ha még ezt is megteszik, azt is, és kiderült, hogy ugyanaz országnak nem jó, a nemzetnek nem jó, de a NER-t meg pont nem érinti azt, hogy milyen viszonyunk Amerikával. Csak a lassú jelzővel vitatkoznék, mert már 2012-ben. Na úgy értettem a lassút, hogy így szép fokozatosan. Tehát, hogy... De bocsánat, és még csak el fogom felejteni, és teljesen nem fontos. Bocsánat, nagyon meleg van. Úgyhogy tényleg a torockaiéknak a frakciójáról emlékezzünk meg, mert szerintem a sokkal rock'n'rollabb, ott van benne a spanyol vége a bulinak párt. Szerintem ez a... Az Orbán frakciójáról sem érdemes elfeledkezni, tehát a cseh motorosokhoz fogható barom Magyarországon nincsen. Igen, az... Egészen elképesztő. A két cseh motoros, a cseh motorosok pártja, azok egyrészt ugye a belső égési motoroknak a hívei, másrészt most nekik másrészt náci relikviákat gyűjtenek, és horogkeresztes karszalagban fotóztatják. Na, szóval ilyen Magyarországon nincsen. De az Orbánnak ezek is. Baj lesz. Egy kicsit azért a jó öregémi jutott eszembe. Voltak is lesznek. Hát miért megkérdette ez az úgynevezett párt, hogy mi az ellenségeinket legyőzni akarjuk. Nagyon szépen van moderálva egyébként a Magyar Nyilas Párt nyelvileg. Azon azért majd elszórakozom, amikor ezek a úgynevezett szuverenisták ugye közös politikát fognak vinni bizonyos ügyekben, ami nekem már ugye a régi mániám, hogy mondjuk a migrációval kapcsolatban is, hogy lehet itt szónokolni, de sose fognak találkozni mondjuk a magyar politikai, a hivatalos politika érdekei, mondjuk a földközi tenger mellett lévő országok 4000 kilométeres határait birtokló politikai szuverenisták érdekeivel. Ez mindig érdekes, igen. Még azt is megnézem majd, hogy a torockaiék, hogy fognak közösen szavazgatni. A román testvérekkel. Helyezzetek képbe, mert én ezt nem értem. Tehát ugye most arról beszélünk, hogy egészen szélsőségesen jobboldali pártokkal állt össze Orbán Viktor, igaz? És még ettől is hajomra, akikkel a torockaiékának. Kicsit inkább. Azok mit csinálnak? Sándor, azok mit csinálnak? Van neki koncentrációs táboruk? Vagy mi? Komolyan van, neki koncentrációs táborunk, hát ha még ettől is jobbra, csemotorosokban. Ne lineárisan gondolkozzál, hanem egy síkban. Tehát nem egyféle jobb oldal van meg, nem egyfelé lehet szélsőséges. Valaki, én mondom, azt szeretném látni, amikor, csak ennek is van történelmi előpéldát, képe, ugye amikor az AfD meg a Mi Hazánk arról beszélget, hogy a németeknek mit lehet csinálni Magyarországon. Mert ha ismered a magyar történelmet, akkor tudjuk, hogy ugye Szálasi, aki abszolút te ugye nyilas meg Hitler imádogott, sokkal keményebben ellenáll bizonyos náci követeléseknek, mint a sztójai kormány 44 nyarán. Ugye a halálmeneteket Szálasi leállított, ezeket nem nagyon szokták tudni, de azért úgy benne van a történelme, mint tény. Na de hogy lehet beszélgetni, mondjuk a Mi Hazánk szuverenitás szerelméről, amikor összeáll az AfD-vel, amelyik nyilvánvaló módon a német hegemóniának a képviselője itt a térségünkben, és az Európai Uniót is a német hegemónia mentén szeretné megváltoztatni. A Szászlónak is egy vége van, a izétől is még jobbra párt, és ezek most összeálltak, ez egy gyönyörű lesz. És van egy harmadik, ugye, ahol a Melóniék a Kaczynszkiekkel vannak együtt, azok nem ennyire radikálisak és szélsőségesek, és ugye ők behúzódnak egy kicsit középre, főleg, hogyha Oroszországról van szó. Nagy szívességet tettek nekik az Orbánék egyébként, mert így a Kaczynszki is kijöhet majd a ügyes a karanténból. Mert a Meloni meg fog egyezni a néppárttal, az tulajdonképpen szerintem eldöntött tény. A Kaczynszki meg a farvizénál lesz egy darabig, öreg is már, majd lesz egy új vezetője. Egyébként hétfőn fognak osztozkodni a bizottsági helyeken, és amennyire lehet tudni, ugye a Patrióta frakció nem fog kapni ilyen helyeket. Tehát bizonyos értelemben egy ilyen cordon sanitaire fogja őket. Adnám nekik, nem tudom, a bővítésért felelős. Az jó ötletek. Én azt akartam mondani, hogy én inkább arra tippelek, amit István mond, hogy a
hogy a Hohem semmire sem jó pozícióban fognak kapni, mert ugye elvben van egy mechanikus rendje az egésznek, algoritmus szerint. A bizottsági megbízottak, vagy hogy hívják ezeket a miniszterek, az egy más történet, az országok delegálják, de ugye itt a bizottsági, a parlamenti bizottsági helyeknél is van egy algoritmus, annak alapján kezdenek el alakulni. Ne hozzuk már annyira izgalomba. Semmit nem. Izgulok jobban, mint ez. Tehát nehéz egy háborúra azt mondani, hogy szintet lépett. Nehéz azt Gázára is vonatkoztatni, Ukrajnára is, de hát a héten ugye történt egy orosz csapás, ami egy gyermekkórházat talált el. Először megmondom őszintén, azt gondoltam, hogy kacsa az egész. Aztán kiderült, hogy nem. Nem kacsa. De miért lett volna kacsa? Már a majom... Mert ugye mindig azt mondják, hogy a gyermekek lehet a legnagyobban. Jó, de a háború elején a mariupoli szülészetet is szétlőtték. Igazad van, jó, csak hogy... Nem is az első eset. Az a kérdés, hogy azzal az eszközzel mennyire lehet pontosan célozni. Én ezt nem tudom megítélni, ugye fogalmam nincs. Tehát, hogy a gyermekkórház volt a célpont, vagy arra fele akartak lőni. Érted? Ezt én nem tudom megítélni. Ami nekem nagyon megdöbbentő volt, az az, ugye, és ez a mai nap terméke, tehát ma csütörtök van, ugye, hogy a Fidesz sajtó elkezdte magyarázni, hogy a vezényszóra megjött Moszkvából az ukáz, hogy tulajdonképpen az ukránok lőtték magukat, na nálam rögtön beindult a Pavlovi reflex, emlékeztek, Katynban a nácik végezték a lengyel tiszteket, hát megérkeztünk viszonylag viharsebesen. Egyébként ugye Putyinnak deklarálta Sztálin a példaképe, és a sztálini rendszer ilyen fokú feléledése elképesztő. Szerintem megint az van, amit Sanyi is mondott, hogy itt nem kell már itt, hogy most Moszkvába jöjjön bármilyen utasítás. Tehát szerintem ez tényleg túl tolod. Tehát nem, ez a szisztéma, ez tökéletesen be van állva. De valahol csinálják, tudják. De valahol nincs utasítás, nem Moszkvából lehet, hogy... Ha valaki akarta tudott, tehát a szerkesztő tudja magától, hogy mit várnak el tőle. Az Origónál. De nem kell, tökéletesen működik a rendszer, mindenki tudja, hogy mit várnak el tőlük, mindenki tudja, hogy mi az irány. Ha nem tudnák, akkor mindig van egy ilyen igazítás a Karmelitában, a főszerkesztőknek. De csókolom. Tehát, hogy nem kell ilyen utasítás várni, ezek az emberek önmaguktól önjáró módon aljasok. Igen, egyrészt, másrészt pedig, amikor volt ebben mondjuk több, az még akkor volt, amikor nem látszott. Tehát ezek a dolgok, amik itt most történnek, hogy látványosan és egyértelműen és konkrétan az orosz érdek egyfelől, másfelől, hogy attól erősödünk, hogyha ez meg az lesz az Unióval, ezt azért előtte intézmények, az, hogy elkezdjünk építeni a hálózatokat Amerikába, például meg a világ több pontján, és a többi, ez egy elleni művöltséggel tudható, hogy táma az Okhranánál sem volt. Okhrana az volt a szovjet titkosszolgálat. Sztálini titkosszolgálat. Nem, Okhrana az a cári. A cári volt, igen. Jó, emellett azért szeretném én is felhívni arra a figyelmet, hogy Nagy Péter óta, hogy is hívják az orosz cárt? A minden oroszok cárja, vagy mi? Jó van, de te jó tudtam. Harmadik Iván. Tudtam, hogy a Janó tudni fogja. Na, hála az égnek. Szóval ez csak arra, hogy milyen lassan érik be, vagy lesz érzékelhető, vagy átlátható vár a dolog, hogy ennek az orosz háborúnak van egy állami ideológiai történelmi, ugye erről soha nem esik szó. Mint ahogy mondjuk és a sajtóban se nagyon. Hát azért Orbán Viktornak, most már nyugodtan mondta, hogy 2,5 év óta nincs egy negatív megjegyzése sem Putyinra és az orosz külpolitikára. Zero. És akkor még vegyük ide, Srebrenicát vegyük ide, Sanyi, nekem az a vegyük. Oké. Jó, hát még sok mindent ide lehet venni. Itt is egyébként a dolognak az a célja az oroszok részéről, és az ember mennyi, én folyamatosan meglepődöm, azt gondoltam, hogy mondjuk még a Katyini ügyet, ugye akkori média sajtóviszonyok körül el lehetett maszatolni. Ja. Most, amikor ugye ez történt,
Az oroszok közölték, hogy az ukránok saját magukat lőtték le. Utána egyébként a dolog már, hogy a kórháznál, utána, meg közben már egyébként a világ tele volt azokkal a felvételekkel, amelyeken látható volt, hogy az egy orosz rakéta. Ugye, mert ennek a rakétának meglehetősen speciális, vizuális, meg egyáltalán utána anyagelemzés van, kutyafő, stb. Na hát a dolognak ez, csak oda akarok még egyszer visszakamanyarodni, amire ezeket az embereket, már azokat, akik itt az Orbáni külpolitikát csinálják, művelik, együtt a külügyminiszternek bevarészét lecserélték, ugye? Tehát ezek meg vannak regulázva. Pontosan értik, hogy mit kell tolni. Mi a feladat? A szolgálatok egy jelentés részében még van ugyan autonómia, aki valahogy kiszivárogtatta, ugye, hogy az oroszok bejöttek. Amikor az oroszok bejöttek, akkor azt gondoljátok, vagy azt gondoljuk, hogy csak, hogy mondjam, benéztek az ajtón. Itt a Magner, mi az istennyire a bank, tudod, amit ki lett takarítva innen. Most Berbank. Ja, nem, az azt pont. Most már nem is kell mondani, hogy mit kell csinálni. Nem akartam kísérleteni, mert Balázsnak, hogy ki a... fontos ez a része, hogy a kormányzat nyilvánosság mit művel a háborúval. Egyébként tényleg az van, amit Csintalan Sándor is mond, hogy a régi embereket, aki gyanús volt meg, akadékoskodott, szakmailag okoskodott, meg morális, erkölcsi, bármiféle kétsége volt, azokat kitakarították, és az új janicsárokat már nem is kell csak be kell állítani. Meg, és a médiában is úgy érkeznek meg, és a szolgálatokhoz is, meg a mit tudom én, hova is úgy érkeznek meg, a diplomáciában is úgy érkeznek meg, hogy ezekben az ügyekben már hisznek. Tehát ők elhiszik, és szívvel támogatják Orbánnak a békemisszióját. De nem kell meggyőzködni senkit, mert ezek a figurák, ezek már olyan működnek. És hogy mennyire egyszerű ez a világkép, közben, amikor ez bebonyolultnak tűnik, de azt maga a szuverenitásvédelmi hivatal pontosan mondta el, amikor ugye most fellépnek a háborús propagandát megvalósító médiával szemben. Szerintem már mi is belecsúsztunk, hogy biztos volt olyan félmondat. Ez a beszélgetés a simán. Nem, vissza kell nézni, de tuti, hogy már azok vagyunk. De hogy ugye ott elmondta, hogy három halmaza van tulajdonképpen a közvéleményformálásnak, vagy a véleményalkotásnak. Az egyik, az a Orbáni béke. Az egy. Van az orosz legitimizmus. Oké. Ugye, amit a Sanyi mondott az előbb, hogy az a nagybirodalmi törekvés, és a harmadik, a nyugati háborúpárti. És kész. Tehát, hogy miközben a világ nem ilyen, mert én simán gondolhatom azt, hogy Oroszország nem fog megállni Ukrajna határainál. Ettől még nem leszek háborúpárti, de a szuverenitásvédelmi hivatalnak az iránymutatása szerint ezzel én már elkövettem a háborúpártiságnak a propaganda változatát. Tehát egészen elképesztő, hogy ennyire lehet. Van, mert Oroszországban, aki háborúnak mondta a háborút, az kapott 8 évet. Orbán oda is figyelt. Aki egy üres papírlappal kiállt az utca, egy üres papírlappal, vagy esetleg a béke szó volt rajta, de aztán az se kellett. Már az üres papírlapért elvitték. Tehát itt még nem tartunk, de azért az irány egész tűrhető. Ne, és nekem nagyon sokszor eszembe jut, megmondom őszintén, amikor te mondod ezeket a dolgaidat, tudod, hogy egyre szorosabb lesz, meg majd ízé, meg majd egyre keményebb lesz, és kicsit mindig, hát régebben jobban, úgy kétkedve, hogy hát nem, és annyi azért kicsit túl borongósan látják, túl feketén látja a jövőt. Az a baj, hogy a jövő, ahogy elkezd jelenni, válni, és szép lassan megvalósul, ezek a lépések megtörténnek. Mert ez is agyrém, és ez tudjátok, a legújabb ugye a médiának a csesztetés, és egyre csak csesztetés. Igen, beszéljünk. De aztán majd ki tudja, hogy mi lényeg. Hát most már létezik olyan törvény, bocsánat, hogy mondjak én is valamit, nem szoktam ugyan. Létezik ugye olyan törvény, hogy bármilyen hazugságot leírhatsz, elmondhatsz, hasonló műsorban, mint amilyen, az nem már nem rágalmazás, hanem ugye szerint az új törvény szerint ez vélemény, és nem perelhetnek beérte. Csak személyes. Igen, de az se. Tehát most, ha megnézed, én nem szoktam, de te valamelyik nap rámentem az Origóra, gyerekek, pedig én a valamellett hozzászoktam, aztán válogatott szemétség és hazugságokhoz, de amit erről a Magyar Péterről
összeírtak, hogy a nemi szervét mutogatja fiatal lányoknak, meg ilyeneket. Próbálják megtalálni, mivel lehet majd de, a lakosságot elkapni. Igen, de hát szóval, hogy most már ezt le lehet írni egy Origón, anélkül, hogy semmi, minden következmények. Azért, mert, és most magyar titettől függetlenül mindig minden körülmények között, tudom, amikor a Fideszt meg kell védeni valamitől, igen, vagy igen, a Fideszt valakit meg akar támadni, ugyanez van napon, meg szőnyegbombázás egyszerre, úgy borítják, és nem tudod közszereplőként se, még hogyha egy komolyabb ügyvédi társaságában van mögötted, vagy egy párt, vagy akármilyen szervezet, nem tudod felvenni ezzel a harcot. A szőnyegbombázással. Folyamatosan. Van erről egy nagyon jó podcast. És akkor utána van az a része az aljasságnak, amikor azt mondta, hogy oké, most már elég, és mondjuk beperelem az Origót, a tényeket, meg a magyar nemzetet. Ezért. Igen. És meg is nyered. Akkor meg azt csinálják, hogy jön a következő forduló, és azt mondják, hogy oké, mondjuk tudjuk, hogy Soros által homályosan bíróságok vannak, de oké, ezt elbuktuk, na de azt nem perelte, és megismétlik újra, tehát hogy egyszerűen nem tudsz ezzel a cunamival mit kezdeni, teljesen gátlástalan, hát az, hogy szakmaiatlan, az... Most az egy dolog, de és bocsánat, és még egyetlen egy dolog. Ebben, ami nagyon pusztító, az, hogy szerintem időnként még az is előfordulhat, hogy előszednek olyan ügyet, ami egyébként fontos lenne a össztársadalom szempontjában, teljesen független attól, hogy ki milyen pártra szavaz, meg milyen politikai nézeteket val. De azok is belevesznek ebbe a szar cunamiba. Mármint, hogy már értitek, tehát hogyha még, mert azért néha még folytatnak ilyen oknyomozó tevékenységszerűséget is, hát azért egy-egy cikk, úgy tudom én, úgy szóba kerül. Hát nem tudom egy példát mondani. Nem. De egyébként, amikor a Karácsony Gergelyék adományokat gyűjtöttek, azért azért sokat beszéltünk, finoman fogalmazva is necces volt az ügy, de ezek is belevesznek, és most már tehát az Origó nem tud olyat írni, hogy ne úgy olvassa az ember, hogy ez tuti, hogy van. Tudjak, két megjegyzést még, egyiket még az előzőhöz. Nem tudom, mennyire volt feltűnő, de mondjuk, amikor elkezdett az Orbán azzal házalni, hogy a nyugat belesodorja Magyarországot a háborúba, nagyon szépen a kormánypárti lapok, internetes, nyomtatott, még szakmai lapokban is elkezdték tolni azt a dumát, hogy kérem tisztelettel a második világháborúba Magyarországot belekényszerítették. Az volt az érdekes, hogy ez, na úgy Sasper kb. Egy időben, és egyszer már elévették, de ezt egyébként most is tolják. Mondjuk a hírkeresőben is, meg ilyen-olyan oldalakon, ahol összegyűjtik a ízét, ugye előkerülnek ezek a némiképpen maguk a tudományosnak álcázó szövegek. Az egyik dolog, amit meg akartam jelenni, a másik persze az, éppen ennek kapcsán, ugye, hogy sokáig Adolf Hitler a béke hercege volt, és a háborúit a béke jegyébe vívta. A harmadik, hogy ugye azért hála az égnek még egyelőre nem tartunk ott, ahol fogunk, Pista, újból, másodszor is, visszajöve a szerkesztőség bizalmával, és a szerkesztőség ez nincsen megvitatva, és ki is szokott lenni, hogy az adott álláspont nem feltétlenül tükrözi a szerkesztő bizalmát. Ismét el szeretném mondani, én konkrétan háborúpárti vagyok. Konkrétan. Az ukránok honvédőháborúját pártolom, és Izrael honvédőháborúját pártolom. Egyébként pedig pártolom, ha úgy tetszik, a nyugati világ háborúját az iszlám radikalizmussal szemben, mint ahogy annak idején pártoltam az ISIS-szal szemben is, meg minden ilyennel szemben, amúgy egyébként nyilván a béke reményében. Úgyhogy hát ezt úgy szeretem volna bejelenteni. És némi iróniával azért azt is hozzátenném, hogy mit csinálna ez a önkényvédelmi hivatal, ha mindannyian bejelentenénk. Tudom, hogy gáz, hogy én mondtam először másodszor. Milyen szerencse, hogy nem kapunk Amerikából pénzt, most utalhatnánk vissza. Mi? Ugye? Ugye? Megúsztuk. Honnan tudom? Mi olyan magunktól vagyunk úszatósak. De nem kell ilyen idő. Bár én nem fogok tiltakozni, ha kapok lóvét.
Nem, csak ez tök fontos, mert amit elmondott a Sándor, abban az benne van, hogy mennyire nincs, és nem is lehet megfogalmazni azt, hogy mit jelent az, hogy háborúpárti propaganda, főleg egy ilyen háborúnál, mint ami zajlik a szomszédban. Te mikor vagy háborúpárti? Hát, hogy gyakorlatilag támogatod az agressziót. Amikor orosz, igen, az orosz, igen. Szerkeszted, akkor az vagy, de nyilván nem erre gondol. De ezt le kell majd írni valami jogi nyelven, basszus. 75 évvel ezelőtt megírt a háború egyelő béke, a béke egyelő háború. Hát, jó, oké, csak regényben jó volt, de hogy ezt meg már a hétköznapok megélni. És hogy mennyire aljas pont emiatt, és hogy egyébként egy szép és nemes célt kisajátítva rondítanak már megint ugye bele mindenbe, tehát annyira sokan nem hiszik el nekem, ugye nekem megvannak még valamennyire ezek a fideszes kapcsolatok, hogy itt nem az van, hogy azt mondanák, hogy basszus, ezért ez mángán, örülnek, lelkesednek, végre, már rég meg kellett volna csinálni, és én ezért tartok attól, hogy bármeddig lehet srófolni ezt a sajátos liberális demokratikus srófot, mert hogy maguk a legfőbb támaszai a választópolgárok, de maga az apparátus is. Nem az, hogy beletörődve, némán csendbe, szemlesütve, kushodva, lelkesen tolják, lelkesen. És ez borzalmas. És riasztó. Mondja már szegény Janó. Nem csak ennyi sem. Olyan régen nem szólalt meg a Janó, igen. De még egy témát szeretnék mondani, igen, rövid leszek, hogy miközben ugye mondták, hogy nincs moszkvai ukáz, mert maguktól működnek a gépek, mondtak néhányan pillanatot a drága barátaink, amikor látszott, hogy vezényszóra történik a dolog, ezt csak zárójelbe jegyzem meg. Fenntartom, hogy van moszkvai ukáz, de azt is fenntartom, hogy egyetértek váltják abban, hogy ez a ukáz nem a Magyar Nemzet szerkesztőségébe, vagy az Origóhoz megy, vagy a mit tudom én hova, a híradóhoz, hanem a... Janó, az a kötőszó neked megvan, hogy is. Na. Is. Ez megvan? Na, persze. Magyar szó. Na, is. Tehát akkor maradjuk abban. Lényegesen, vagy hogy a lényegében nem vitatjuk egymás álláspontját. A másik, amivel nagyon fontos, és szerintem előremutató, régi, már úgy értem, hogy a szuverenitás védelmi hit, a hivatal felállása óta létező vágyam, várjam, nem írtam még meg egyébként ide a Magyar Hangban, tehát nincs benne a printben, de most elmondom, hogy amennyiben úgy gondolják például a szuverenitás védelmi hivatal munkatársait, amit ők csinálnak, az emberhez méltó, tisztességes, erkölcsös dolog, ott van a szuverenitás védelmi hivatal honlapja, tessék kiírni a nevüket, a beosztásukat és az illetményüket. Szépen fel kell sorolni. Mi vagyunk a szuverenitás magyar védői, kezdve ezen a láncin, meg a nem tudom, egészen a portásig. Mi védjük a szuverenitást? Miért nem tetszenek vállalni névvel, címmel, arccal, amit csinálnak? Azért, mert pontosan tudják, hogy amit csinálnak, erkölcsileg vállalhatatlan. És ugyanilyen az Origó szerkesztősége is, ahol 7 számra nem jelenik meg cikk szerzővel, mert az egész szennylapot a saját alkotógárdája is szégyelli. Ennyit erről, ami itt folyik. Jó, de a Lanci az már a figyelőnél is listázott, tehát az ő erkölcsi érzékével nincsen semmi baj. Fölveszi az 5 millió forintot havonta, és értem, tessék kiírni, de a mindenkinek, ne arra, ugye van egy csomó osztály, meg főosztály, meg mindenféle vezető, beosztás, emberek, oda kell, hogy gipszjakab, én vagyok, nem tudom én mi. Nem kell úgy tenni, mint az ávósok, hogy 56 után eltűnünk. Itt és most, tessék előjönni. Még nem kommunistáshatunk egyet, jó van, ez is sikerült összehozni. Pista nem ért vele egyet, de... Szélsőségek összecsapnak. Ez az egész... Hol jönnek a belgák? Ez az egész szarcunami, amiről beszélünk. Azt gondolná az ember, hogy a szellem emberei ezen nem is fölül tudnak emelkedni, de egy kicsit távolabbról elegánsabban tudják ezt intézni. Azt gondolná. És akkor most nézzétek meg, hogy ugye elképzelhető, hogy megszületik az új acélefrás. Demeter, Szilveszter? Hát, vagy Vidnyánszky Attila. Ja, Vidnyánszky, legyen a Vidnyánszky. Igen, tehát ami ott is a Nemzeti Színházban folyik, ugye két szerencsétlen színész, nem lehet tudni már tényleg, hogy most hazugság cunami árad, de valamelyikük hazudik. Tehát ugye mindig kiad valamit a Nemzeti Színház, és utána megcáfolják ez a két színész. Ugye az egyik oldalon a hatalom áll, a másik oldalon egy magánember névvel, címmel, teljesen egyértelműen kihazudik, szerintem.
Jó, tehát, szóval és ez gyerekek, ez a leges legalja. Tehát ez már a belső rohadásnak a végső stádium. Még a ízét nem születtek meg a lejárató publicisztikák. Majd. Mármint a Szász Júliról, meg a... Persze, hát de az az igazi. Én azt szeretem, amikor az áldozatokat rúgdosták. És nagyon-nagyon súlyos sérüléseket szenvedtek. Életveszélyes volt a szituáció, és akkor azt mondja a Vinyánszky Attila, akinek nem tudom hány állása van, ahonnét mindenhonnét fizetést kap, hogy hát óriási, hogy 7 millió forintról van szó, azt nem adhatjuk oda. Miért? Először úgy mondta, hogy a izének, hogy rendkívül nagy összegről van szó, és akkor utána kérdezett rá a Bodac, és hogy mennyit? 7,6 millió. Na jó, hát csak jó, sok pénz. Az ő fizetéséhez képest se sok, de a Nemzeti Színház költségvetéséhez képest. A történtekhez képest pedig abszolút igazságtalan, persze. Tulajdonképpen de ez már az elejétől így kezelték, hát emlékeztek biztos, hogy szétszették a díszletet, amit nem lehetett volna szétszedni. Na ja, hát az a gyalázat. És nem született feljelentés. A hajó, amit elengedtek, ami ablehet, legázott, érted? Hát ilyenek jogállamban nem történnek, tehát ez egy mind abszolút. És mi a vége, neki kell feljebb, tehát hogy mindig ez van, hogy ez a hatalmi, ez a pökhendi arrogancia, és akkor még megjövjük, és amikor kioktatják tényleg a áldozatokat, az már majdnem a csúcsod, majd a lejárató publicisztikák. Nekem ott szokott jönni a teljes kielégülés. Igen, de okay, igazán, a NER ismét megérkezik. Még kétszer azt mondják a Szászék, hogy nem kaptunk pénzt, mert nem kapnak pénzt véletően, akkor jönnek majd ezek. A rendőrségről mi a véleményetek? Most csak ebben a nemzeti színházas ügyben. Tehát ilyen szinten túljártak a rendőrség eszén. Megkönnyítetted a helyzetemet, mert azt mondtad, hogy a szellem emberei is. Na most miután én azért, hogy is mondjam, nagy képviség lenne magamat a szellem emberének minősíteni hozzájuk, meg a javamot kitalálni végképp. Ezért ez van. Hát figyelj ide, a rendőrségi vizsgálatnak, a nyomozásnak végelően nincsen vége. Vagy le van zárva? Nincs, abszolút. Hát erre hivatkoznak egyébként többek között a Szász is arra hivatkozik, hogy addig miről állapodjunk meg, amíg nem derül ki a felelősség kérdése. De azért a Sándor álláspontjának a védelmében hadd mondjam el, hogy N plusz egy olyan történet van, amikor a rendőrségi vagy az ügyészségi nyomozás valamiért soha büdös életben le nem zárul. És ez hangsúlyoznám, háromszor aláhúznám, úgyhogy jogállamban nem fordulhatna elő. De várj, itt nem egy üvegbolyót kellett zsebre tenni, hanem le kellett bontani egy komplett díszletet. Igen, és ezt a rendőrségtől lehetett? Hát de azért gyerekek? Utána hívták ki, vagy mit tudom én. Abszolút. Tehát, hogy figyelj! Nem tudom pontosan a rendőrségnek hogy volt-e itt kötelesség mulasztása, úgy tűnik, hogy nem, mert valóban szétkapták a díszletet, mire a... Ez az előre megfontolt szándékot bizonyítja. Így van. Már az, hogy el akartak tusolni egy bűncselekményt. A mocskos középkorban ezt úgy intézték volna. Szarban van a rendőrség. Persze, hogy ezért a másik eljárást indítani. Már arra van a kérdékességi problémák. Hát meg volt elmondani a díszt. Hát az, hogy igen. Írok egyszerű. Hát ki engedte meg, vagy ki parancsolta meg? 5 nap alatt kideríteném, hogy kik bontották el, akiknek meg lehetnek tőlük kérdezni, állampolgári kötelesség, vagy izé. Na jó, de itt nem vethetjük be a magyar gyárt, a haverjait. De hát gondoljatok meg, hogy olyan triviális ügyekben, hát nem tudok más mondani, szándékosan fogalmazok ki, olyan triviális ügyben, mint az Árpád-hídi baleset, tavaly július 1-én, ahol a gyors versenyzők ugye megölte azt a szerencsétlen szabeskedőt. Mi a felét nem lehetett kinyomozni egy évig? Hát nem mondja már valaki, hát ott helyben teljesen egyértelmű, hogy ki a sofőr, ki az autó, ki a halott, ki az... Minden ott van. Ez egy 48 óra alatt lezárható történet. Miért nem zárták? És a Dózsa Györgyi baleset. Meghalt a tettest, mert akkor most már nem kell semmit csinálni. Hát a kényes ügyek azok hajlamosak elporladni Magyarországon, és tényleg így az idő megeszi őket. Oda rakják vissza, eljárás meg kell ismételni. Nekem volt olyan feljelentésem, közmédiában dolgoztam, hogy a részletek nem érdekesek, de azok lennének igazán érdekesek, hogy én akkor a 17. kerületben éltem, ezért ott tettem meg a feljelentést. Ugye a közmédia meg a 3. kerületben, vagy a Kunigundában. Igen. Ezért, mit tudom, sok idő után kaptam egy értesítést, hogy eltették a 3. kerületet. Yeah.
Jó, már nem elfelejtettem. Ja, jó, akkor majd izé. Megint eltelt baromi sok idő, megint értesítettek, hogy visszautalták a 17. kerülethez az illetékességi hiány megállapítás. Oké, megint eltelt. Már mondom, azt, hogy ez csak vagy két év, nem tudom, nagyon sok. Tehát már rég értesíteni kellett volna, hogy valami vagy megszűnt, vagy valami. Már mondom, azt is, nekem van egy ilyen ügyem. Oda csörögtem, az kiderült, hogy elveszett a harmadik és a 17. kerület között. Jó, persze. Ez egy másik bolygó. Szó szerint azt mondták, hogy elveszett. Hát, nekem is van. Ugye, nem lepődök meg semmin, 100 Júliára pedig egyértelműen jelentsük ki, hogy háborúpárti és kész. Minden demokráciában alapján. Sajnálom őt is, meg az urat is, hát borzalmas. Pedig a Vinyánszky nehoz szívesen alányulna megint. Igen, de minden demokráciában alapelv, ugye, hogy a mindenkinek joga van arra, hogy az ügyében észszerű határidőn belül ítélet szülessék. Ezt nem lehet negligálni, ez egy demokratikus alapelv, ami nem lehet átlépni, és amit nem szabad elfelejteni, hogy a közvádos bűncselekmény tulajdonképpen azért van, mert a sértett nem tudja magát képviselni. Mert például meghalt, és ezért őt képviselnie kéne az államnak, Lázsárpák hídi baleset. De bocsánatot kérek, a bűnmegelőzés egyik eszköze az, hogy viszonylag gyorsan, annak az alapelvnek a fényében, mint te, hogy a társadalom tudomására jusson, ugye, alapcél az, hogy itt mi tekintendő bűnös cselekedetnek. És vannak következménye, hogy már aktualizáljam. Hát ugye ezért volt tragédia, amit csináltak itt mondjuk például, mondjuk nevezzük így oké, budaházi ügyben, hogy mire az ítélet megszületett, addig nem már igazából hőst lehetett csinálni a három terroristából. Bocsika, de egyáltalán ez, vagy mi az Isten haragja, hogy hívják ezt a Tarsoly a győri. Hát mikor lesz a ítélet? 100 milliárdok tűntek el. Tarsoly Csabáról. Hát ezeknek azért a nagy ügyek. Most nem azért mondom, be ezek a Marcsika. Igen. Szakítják az örökös. A Tocsik, a Tocsik ügyben sem az az kártyúrgyőzik. Abban viszonylag gyorsan született. Hát a Kósa Lajos Marcsikája. Jó, a Marcsikája, hát az is meg igen, szép sörtény. És mit kezdve, hát jól az eljárás. Hát ne viccelj meg. Hát az egész egy vicc. Szó nincs. Milyen örökös? Világéletemben, amikor tini voltam, és ugye elképzeltem, hogy hol szeretnék élni, egy ilyen országban akartam. Nem mondod halálra magad, egy ilyen országban akar. Hát ez, de aztán utána leszoktál a Cooper könyvek olvasására. Én is optimista vagyok, mint a politikum. Hát rövid távon optimista vagyok, mert mire egy bármi történik, az igen, már el is porlattam. Tehát van esély. Holnap meg lesz. Igen, Csaba barátom, ugye, akit itt nagyon szépen emlékkel érzünk, és Csaba barátomra célzok, aki két éve halt meg, nem rég múlt két éve. Ugye mindig azt mondogatta az utolsó egy-két évben, már ugye nagyon beteg, azt mondja, hogy mi lesz, azt tudom, azt nem tudom, hogy addig mi lesz. Ugye, szóval ebben vagyunk most mi is rendesebben. Nem, én pont fordítva mondom, én tudom, hogy addig, míg meghalok, mi lesz, ugyanez a szar. Hát hogy ne tudnám? Hát akkor ez legyen a végszó, amíg meghalunk. Jó, itt a magyar hang, itt van Jeszenszky Gézával. Annyira szerettem volna, megkérdezik a fiáról, nem nincs benne, na mindegy, van benne más. És miért akar bosszant rajzolni? Igen, szegény, biztos nem lehet könnyű. Jövő héten találkozunk, viszontlátásra. Viszontlátásra. Csók.